Gábor Marian 1917. április 26-án született Budapesten, és 2014. július 23-án halt meg. Zsidó értelmiségi családban született, bár nem tartották a zsidó szokásokat. 1935 és 41 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult. Itt végezte a művészképzőt, majd a továbbképzőt is. Bátyja Gyuri 15 évvel idősebb volt nála. Firenzébe járt egyetemre, építésznek készült. Majd Németországban bölcsészetet tanult. Köszönhetően annak, hogy ezek mellett zongorázott, végül segédrendező lett a Dresdai Operában. Megnősült, házassága nem sikerült. Nővére Judit 1915. május 20-án született. Nagyon tehetséges volt és meglehetősen érdekelte a politika. Pesten járt egyetemre német-francia tanári szakon, ezek után az apja Gábor Ignác intézetébe ment dolgozni. Szülei 1900. novemberében esküdtek, papája fiúnevelő intézetet nyitott 1901-ben, amit Gábor fiúnevelő intézetnek hívtak. A legváltozatosabb társadalmi rétegekből voltak itt fiúk, és ennek köszönhetően rengeteg vallás megtalálható volt. 1908-ban megalapította a Vándordiák Egyesületet, és 1920-ban Baldócon létrehozott egy gyermeknyaralót. Mariant beiratták a Zsidó Leány gimnáziumba, ahol az iskolában az apja miatt kivételeztek vele. A főiskolán nagyon antiszemiták voltak a kollégák, nagyon rondán viselkedtek vele. Férje, Rónai Mihály 5 éves korában már iskolába járt. Franciául, olaszul, németül, anyanyelvi szinten tudott. Újságíróként dolgozott. Olaszországból kiutasították, mert nem szépen nyilatkozott Mussoliniről. Legnagyobb munkája a 8 évszázad olasz költészete volt. Bátyját 1942-ben vitték el munkaszolgálatra. Ukrajnában volt, viszont 1944-ben hazakerült a svédek segítségével. Ezek után Fóton élt, és itt segített megalapítani a fóti gyermekvárost. A háború után fellendülés kezdődött a művészeti és az irodalmi életben. Ennek hatására nagyon jól ment a soruk.